ott van egy új villámvédelmi felfogó csúcs, hogy az már az új villámvédelmi kiépítéshez tartozik. A csónakház új villámvédelmi hálózatát mutatja a Nagy Zsolt, a DVG ZRT vállalkozási és műszaki ágazatának vezetője. Mint mondta, az épület felújítása a befejezés szakaszához ért. A épület homlokzat szigetelése miatt a teljesen új villámvédelmi rendszer kellett kiépíteni. Jelenleg ennek a kivitelezése tart, és ha időjárás is engedi, akkor a héten befejezzük a komplett felújítási munkálatokat itt a csónakháznál. A Dunaferese csónakházának felújítása idén áprilisban kezdődött. A munkálatokat a DVG ZRT szakemberei végzik. A költségeket pályázati forrásokból biztosították. A keretösszeg mintegy 20 millió forint volt. A projekt magába foglalta a főépület tetőszigetelését, a homlokzat javítását, a teljes nyilászáró cseréjét, valamint a belső építészet és festési munkálatokat is. Beázott az öltözőknek a falai, folyamatosan nedvesek voltak, ugye a penészesedés is megindult, ezért kellett felújítani magát az épületnek a tetőszigetelését, ugye új nyílászárók kerültek be építésre, továbbá kapott egy 10 centis homlokzati hőszigetelést, ezáltal teljesen egy szigetelt a mai korszaknak megfelelő épület került felújításra. Nagy Zsolt bízik abban, hogy a megújult csónakház nagy mértékben hozzájárul a Dunaferese kajakkenu szakosztályának eredményes szerepléséhez. Hozzátette, a DVG ZRT lehetőségeihez mérten a jövőben is igyekszik fejleszteni és szépíteni az épületet.